Nagyon készültünk erre a mérkőzésre. Ahogy minden mérkőzésen nyilván készül az ember, de így szerettük volna az évet úgy elbúcsúztatni, hogy egy győzelemmel hazai közönség előtt, és köszönöm is a szurkolótábornak, mert nagyon sokat segítettek. Több motiváció is volt a mérkőzés előtt. Például az egyik az, hogy most 5. helyen tudunk fordulni a tavaszra, ami szerintem egy nagyon jó teljesítmény. Én mindig nézem a statisztikákat, az utolsó 10 meccsünkön van 5 győzelmünk, 3 döntetlen és 2 vereség. Úgyhogy ez egy nagyon jó teljesítmény, 3 csapat szerzett ennél többet a 2 ponttal, Ferencváros, a Puskás meg a Videóton 1 ponttal. Úgyhogy azt gondolom, ez tényleg le a kalappal a csapat előtt, a játékosok megtettek mindent. Nehezen indult az eleje, nyilván megvolt az oka, a sérülések, új játékosoknak a beilleszkedése, különböző fizikai állapotoknak a helyrehozatala, de azt gondolom, hogy ahogy ment az idő, szépen egyenesedtünk ki, mind fizikálisan, és mind a játékunk is meggyőző volt. Ezen a mérkőzésen azt gondolom, hogy egy fordulatos meccs volt az Újpestnek is, helyzete az elején, nekünk is volt, de azt gondolom a második fél idei játék alapján így megérdemeljük a győzelmet. Azért ez lélektanilag ez nagyon fontos, úgyhogy most az MTK-t a 8 pontra el tudtunk menni, és a Gyirmótól a jó számon 9, vagy a jó számon. Tehát, hogy azért ez lélektanilag nagyon sokat jelent, hogy most 2 hét szünet, 4 hét felkészülés, január végén kezdődik a tavaszi bajnokság, és addig bármikor ránéz valaki a tabellára, erre ez jó érzéssel töltheti el, hogy jelen pillanatban 5. vagyunk.